A mai zsoltárunkkal hadd köszöntsem a testvéreket, a 111. zsoltár így kezdődik. Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, boldogan valljuk mi is, hogy nagyok a te cselekedeteid, kegyelmes és irgalmas Úr vagy te, és emlékezetet szereztél a te csodáidnak. Nem akarjuk elfelejteni mindazt, amit tettél a világ megalapítása óta a mai napig, és emlékezni akarunk mindazokra a csodáidra is, amiket a mi kicsi életünkben cselekedtél eddig. Magasztalunk téged a sok jóért, amit kaptunk, és amiből semmit nem érdemeltünk meg. Köszönjük, hogy nem a mi érdemeink szerint ajándékozol minket, hanem a te nagy kegyelmed és irgalmasságod szerint. És szeretnénk megköszönni azt is, hogy még a próbákkal, a veszteségekkel is a javunkat munkáltad. Bocsáss meg, ha sokszor nem azok közé tartoztunk, akik téged szívből szeretnek, és akiknek ezért minden a javukat munkálja. Bocsáss meg, ha sokszor zúgolódtunk, lázadoztunk a te akaratod ellen. Te látod, Úrunk, most is, hogy igaz-e, amit most énekeltünk. De kérünk, segíts el oda, hogy igaz legyen mindannyiunk szívében és ajkán, hogy teljes meggyőződéssel tudjuk vallani, hogy mind jó, amit te teszel, mert a te akaratod tökéletes és jó akarat. Kérünk téged, hogy ez ne valamiféle ideg tétel legyen a számunkra, hanem sok-sok tapasztalatunkból leszűrődött hitvallás. Engedd, hogy megismerjünk téged igazán, és így tudjuk, merjük rád bízni egészen az életünket. És eközben hadd tapasztalhassuk, hogy a te akaratod mindig a mi javunkat munkálja. Így taníts meg minket arra, hogy szívből tudjuk kérni, hogy legyen meg mindig mindenben a te akaratod, a magunk személyes életében és a világ történetében is. Köszönjük, hogy színed elé járulhatunk. Köszönjük, hogy nem kell félnünk tőled. Köszönjük, hogy hozhatunk mindent, a csalódásainkat, a megoldatlan kérdéseinket, a gyászunkat, a betegségünket. Jöhetünk hozzád a bűneinkkel, és te leveszed rólunk bűneinknek terhét. Te tudsz adni érdemi választ a kérdéseinkre, te meg tudsz ajándékozni igazi vigasztalással. Tedd ezt, kérünk most is. Szaporítsad ebben az órában is a te kegyelmes cselekedeteidet a mi életünkben. Sőt, szaporítsad a te csodáidat. Hadd ismerjünk meg téged igazán, hadd ismerjünk el Istennek, Úrnak magunk fölött, és így jöjjön el a te országod igazán a mi életünkbe. Valósuljon meg királyi uralmad. Ajándékozz meg minket most is, azzal, amivel te akarsz. Legyen meg a te akaratod ebben is. Amen. Isten igéjét a Máté evangélium a 6. részének 10. verséből olvasom. A mi atyán következő mondata ez. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Kedves testvéreim, ez a kérés szervesen következik az előzőből. Jöjjön el a te országod, vagyis láttuk, ezt így kellene pontosan fordítanunk, valósuljon meg a te királyi uralmad. Ez a keret, és ennek a tartalma az, hogy Isten akarata teljesedik.
Isten királyi uralma, országa mindig ott valósul meg, ahol az ő akaratát cselekszik. Az a cél, hogy az ő királyi uralma megvalósuljon, és az ehhez vezető út az, hogy elkezdjük cselekedni az ő akaratát. Ez azonban egyáltalán nem könnyű feladat nekünk, sőt, lehetetlenül nehéz feladat. Több jellegzetes magatartást tanúsítunk mi Jézusnak ezzel az igényével szemben, hogy legyen meg Isten akarata az életünkben. A legjellemzőbbeket szeretném elsorolni. Az a természet, ami mindannyiunkkal velünk születik, az eleve tiltakozik Isten akaratának a cselekvése ellen. Annak, hogy ez a kérés megvalósuljon, legyen meg a te akaratod itt a földön, úgy, mint ahogy a mennyben, mi magunk vagyunk a legfőbb akadálya. Mert a bűnbe esett ember mindig mást akar, mint Isten. A bűnbe esett ember szakadatlanul lázad Isten akarata ellen, természetévé lett a lázadás, az lett a büntetése, ami a bűne volt, szembeszegült Istenével, és ez sajnos romlott természetére a legjellemzőbb tulajdonsággá lett. Az Istentől távol élő ember akarata mindig eltér teremtőjének az akaratától. Mást akar, mert nem ismeri el Istent Istennek, hanem ő akar Isten helyére törekedni, istenkedik, éppen ez a bűne. Maga akar megvalósítani mindent. Ez a nyílt lázadás, ez az Isten akaratával szembeni makacs ellenállás a természeti emberre jellemző, vagyis minnyájunkra, úgy, ahogy megszülettünk. A másik jellegzetes magatartás a vallásos emberé. Ő nem tagadja Isten létét, sokszor még nem is kételkedik abban, hogy őt tisztelni kell, mivel azonban nem ismeri, és ő sem ismeri el Istennek maga fölött, ezért megpróbálja manipulálni. A legtöbb vallásos cselekménynek ez a célja. Ezért mutat be áldozatokat, ezért tesz fogadalmakat, és sok vallásban az imádságnak is ez a célja, hogy befolyásolja az istenség vagy az istenek akaratát. Hogy rávegye az Istenét arra, hogy tegye azt, amit az imádkozó szeretne, hogy segítse meg őt. És itt jó lenne, ha most mindjárt, különösen mivel az úrasztalához is készülünk sokan, kíméletlen becsületességgel felülvizsgálnánk az imádságainkat, meg az imáról való gondolkozásunkat. Vajon nem ez az alaphangja sok-sok imádságnak, hogy jó Istenem, segíts meg! Miben? Abban, amiben én célt akarok élni. Én tudom, hogy hova akarok megérkezni, csak szükségem van a te segítségedre. Mint egy az alkalmazottunká fokozzuk le a mindenható Istent. És ezt nevezik sokan imádságnak. Ez nyilvánvalóan nem az. Ennél valamivel több a harmadik, ami a nagyon vallásos, vagy a majdnem hívő embert jellemzi, amikor valaki kénytelen, kelletlen beletörődik abba, hogy ez az Isten akarata. Meglepődtem nagyon, amikor most utána érdeklődtem, ahogy szoktam sokszor, hogy ki mit élt ezen, hogy legyen meg a te akaratod. A legtöbben azt mondták, hogy amit a jó Isten cselekedett, azt tudomásul kell venni. Valaki példát is mondott, például meghalt valaki a családunkban, és én azt mondtam, mit tehetünk most már, legyen meg a jó Isten akarata. Vagyis kénytelen, kelletlen tudomásul vesz valamit, amit Isten tett. Utólag megállapítja, hogy ha már így akarta, hát mit tehetünk ellene, legyen meg az ő akarata. Érezzük, hogy mennyire a tiltakozás, a lázadás van ebben is. Most már nem tehetek ellene semmit. Ha tehetnék, tennék. De én jól nevelt vallásos ember vagyok, rábólintok, legyen meg az ő akarata. Erről beszél itt Jézus a mi atyánkban. Az egész Szentírás ennek az ellenkezőjét mondja. Énekeltük most a 272. éneket. Hogy is kezdődik ez az ének?
mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja, ő én velem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. És így énekeltük. Nem figyelték meg a testvérek, hogy sziszegtünk a második sornál is. Ő én velem is úgy tészen énekeltük, mint kedve néki tartja. És ez nem csak arra utal, hogy nem figyelünk oda a szövegre, amit énekelünk, és figyelmetlenül olvassuk a könyvből, hanem ez nem véletlen. Ez van a szívünkben. Beletörődöm. Mind jó, amit ő tészen, ezt mondják, hát illik ezt így. Nekem is egyetértően elfogadni. Ő én velem is úgy tészen, mint kedve néki tartja. Mit tehetek ellene? Ez a hitetlen, bár vallásos embernek a beletörődése. Utólag megállapítja. És mit tesz a hívő? Ő előre kéri. A hívő azt mondja, ami az énekeskönyvünkben van. Ő én velem is úgy tégyen, úgy tegyen velem, ahogy a kedve neki tartja. Mert ő jobban tudja, hogy mi jó nekem, mint én magam. És én rábízom egész éltem, teljes bizalommal, mert én ismerem már őt. Én tudom, hogy ki ő, és én komolyan veszem, hogy az Isten Isten, én pedig az ő szolgája vagyok. Sőt, ennél sokkal többet tudok már. Ő az én szerető mennyei atyám, így kezdtem az imádságomat, mi atyám, én pedig az ő szeretetből befogadott szeretet gyermeke vagyok. És éppen ezért rábízom egész éltem, előre, nem utólag állapítom meg illedelmesen rábólint, vagy ha már így tett, tudomásul veszem, mert nem tehetek ellene semmit. Én nem akarok ellene tenni semmit. Én munkálni akarom az ő akaratát. Én teljes bizalommal, látatlanba ámment mondok arra, amit ő akar. Sőt, könyörgök azért, hogy valósuljon meg az ő akarata az én életemben is. Mert ismerem, hogy mi minden tiltakozik bennem az ellen, és én nem akarom, hogy tiltakozzék. Én már az atyám oldalán állok, és nem a magam romlott természetének az oldalán, amelyik mindig lázad ő ellene. Éppen ezért előre igent mondok, mindarra, amit ő akar. És nem utólag beletörődve veszem azt tudomásul. Az ilyen ember félreáll Isten útjából. Az ilyen ember tudja igazán dicsőíteni őt. Az ilyen ember meggyőződött már arról, hogy ki az ő Istene. És teljes belső bizonyossággal ezt meg is vallja, mások előtt is. Az egész Isten ellen ágáló és lázadó világ közepette. Így dicsőíti őt. Az ilyen ember életében valósul meg az, hogy megszenteltetik az Isten neve. Hogy megvalósul az ő királyi országa. Mert elkezdi cselekedni az ő akaratát teljes belső azonosulással. Így függnek össze a mi atyánk különböző részletei. Aki tudja, hogy ki az az atya, aki a mennyekben van, és elkezdi cselekedni az ő akaratát, annak az életében megszenteltetik az ő neve, az benne él az Isten országában, sőt, képviseli azt mások előtt is, és az cselekszi az Istennek akaratát. Az ilyen ember belső szenvedéllyel kéri Dáviddal együtt, hogy taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem, nem én akarok a magam Istene lenni többé. És tudom, hogy nem vagyok kiszolgáltatva idegen akaratoknak. Én kiszolgáltattam magamat egyszer és mindenkorra neked, mert te szeretsz engem egyedül, igazán és mindvégig. És bízom benned, hogy te mindig a javamat munkálod. Taníts hát engem a te akaratodat teljesíteni, mert te vagy Istenem. Egyáltalán nem könnyű vállalkozás ezt, testvérek. Mert aki ezt a kérést valóban őszintén mondja, és nem csak szajkózza és idézi, az önmagával kerül szembe. Annak a szíve csatatérré válik. Mert újra és újra meg kell harcolnia ezt a harcot, hogy ne az én akaratom teljesedjék, hanem Isten akarata. Hogy én meg akarom ismerni, mit akar ő, előre már igent mondok rá, és amikor megértettem, feltétlenül azt akarom cselekedni. És ez azt jelenti, hogy szembe kerülünk
a saját ulhatnámságunkkal, kényelem szeretetünkkel, önzésünkkel, bizalmatlanságunkkal, Istennel szembeni hitetlenségünkkel. És szembe kerülünk az egész minket körülvevő világgal, ennek az istentelen szellemiségével, istenkedő gőgjével és Isten negligáló, semmibe vevő tagadásával. Nem véletlenül biztatja, bátorítja Péter a frissen megtért keresztjéneket abban a nagy pogány környezetben, amiben éltek, hogy ne emberek kívánsága, hanem Isten akarata szerint töltsétek a testben hátra levő időt. Amikor a legfontosabbat akarja a lelkükre kötni, akkor ezt mondja nekik, mert ez állandóan ütközik, az emberek kívánsága és az Isten akarata. És ebben az ütközetben nekünk aktívan kell részt vennünk, ha komolyan kérjük, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Nagy különbség van az előbb említett langyos vallásosság, meg e között az elkötelezett Isten fiúság között. A langyosakat az jellemzi, figyeljétek meg, nap mint nap találkozom ilyenekkel, hogy állandóan összeegyeztetnek. Megpróbálják összeegyeztetni a világ kívánságát, beleértve saját magukat is, meg az Isten akaratát. Hogy lehetne ezt közös nevezőre hozni? De ezt nem lehet közös nevezőre hozni, mert ezek egymással szembefeszülő, egymást kizáró valóságok. Vagy az ember kívánsága szerint él valaki, vagy az Isten akaratát teljesíti egész életében. Éppen az úrvacsora szereztetéséről szóló fejezetben, a korintusi első levélben írja Pál apostol ezt: nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Vagy az Úr asztalának részese valaki, vagy az ördögök asztalának. Vagy az Úrnak poharát issza, és hozzá neki kötelezte el magát, vagy tudja, vagy nem tudja, akarja, vagy nem akarja, az ő ellenségének, az ördögnek a kiszolgáltatottja lesz és marad. Ez vagy-vagy kérdés. Vagy komolyan veszem, hogy legyen meg a te akaratod az életem minden területén és minden körülmények között, vagy pedig jobb, ha nem mondom el a mi atyánkot. Mert akkor az első szava sem igaz már, hogy mi atyánk. Akkor én nem ismerem azt az Istent, mert nem ismerem el őt Istennek magam fölött, akinek az akarata számomra parancs, akinek minden szava olyan, aminek feltétel nélkül engedelmeskedni akarok. Ezek a langyos emberek is olyanok, hogy sok mindenben úgy tűnik, hogy Isten akarata szerint élnek. De közben ott feszül a mélyen a maguk elfojtott akarata. Mert azt nem adták fel, nem ítélték halálra, és keresik a réseket, hogy hol törhet ki, hol érvényesülhet mégis az ő akaratuk. Látom itt a gyülekezet kereső, érdeklődő tagjai között, sok-sok kedves fiatal életében. Ezt is, hogy hogy lehetne összeegyeztetni. Maradjak meg a világban, úgy, mint ahogy az Istennel való megismerkedésem előtt voltam, de én szeretnék az Isten országának a polgára is lenni. Úgy akarnak az Isten országa polgárai lenni, hogy az Isten akaratát nem akarják teljesíteni. Jöjjön el a te országod, de azért ne legyen meg, legalábbis mindenben ne legyen meg a te akaratod az én életemben. Mert az kényelmetlen, mert az úgy tűnik, hogy hátrányos, mert amiatt valami háthatétel élhet, és így tovább. Mert tiltakozik ellene az a természet, amelyik még nagyon él és uralkodni akar. És igyekeznek megrövidíteni azt a keresztet, amit Jézus az ő követőinek a vállára tesz. Igyekeznek lecsiszolni az evangélium éleit, valahogy becsomagolni, elfogadhatóvá tenni, emészthetővé, maradjon meg a világ is, de valahogy azért az Isten országának az előnyeit is élvezzem. Ugyanolyan törekvés ez, mint némely népcsoportok állandó törekvése, akik harsányan emlegetik a jogaikat, de hallani sem akarnak a kötelességeikről. Ez az Isten országával kapcsolatban sem megy. Nekem kell mindaz a szép és jó,
amit Jézus az ő halálával megszerzett, de én nem akarom halálba adni a magam Isten ellen lázadó természetét. Ez az, ami nem megy. Egy ideig eldöcög a szekerük az ilyen embereknek, és aztán jönnek a tragédiák az életükben. A meghasonlás, sokszor még mélyebbre úsznak a világba, mint azok, akik egyáltalán nem tekintik magukat vallásosaknak, és nem is akarnak azok lenni, és gyaláztatik miattuk az Isten neve. Nem véletlenül mondta azt Jézus, hogy nem azok, akik mondogatják, hogy Uram, Uram, mennek be a mennyek országába, hanem azok, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Máté 7.21. Aki mindig azt keresi, hogy mi az a minimum, amit nekem, mint hívőnek teljesítenem kell, az jobb, ha abba hagyja az egészet. Mert nincs minimum. Itt vagy egy életre elkötelezi magát mindenestül az ember, és akkor benn van az Isten országában, és az ő királyi uralma megvalósul az életében, vagy semmit él ő, ez a langyos vallásoskodás. Neki sem jó, másnak sem jó, és Isten dicsőségét sem szolgálja. Testvérek, aki őszintén mondja ezt, és imádkozza, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, az én életemben is, meg a magam körül is, az előbb-utóbb eljut oda, ahova eljutott az a kedves fiú, aki az egyik ifjúsági órán hosszan elgondolkozva az elhangzottakon azt mondta, hogy nekem Isten megmutatta, hogy ha én valóban az ő gyermeke akarok lenni, akkor tanulnom kell úgy is, hogy az nem sikk, és közben emiatt cikiznek, akkor én nem vehetem feleségül azt a kislányt, akivel egy idő óta együtt járok, mert megvan írva, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. És ebből következett az, hogy amikor a kihelyezésünkre került a sor, és én érvényesíthettem volna valamit az én örök vetélytársammal szembe, nem érvényesítettem, hanem engedtem őt előre. És volt egy helyzet, amikor egy kicsi hazugsággal valami nagy előnyhöz juthattam volna, és eszembe jutott, hogy én már nem hazudhatok, kicsit sem, nagyot sem, ekkor sem, meg akkor sem. És amikor volt egy nagyon nehéz szolgálati hely, ahova senki se akart menni, akkor ő miután ezt sokszor Isten elé vitte, és imádkozott, és úgy látta, hogy neki kell oda mennie, jelentkezett önként arra a helyre. Ez nem azt jelenti, hogy a hívőnek mindig mindenről le kell mondania, mindig a nehezebbet kell választania, hanem azt jelenti, hogy mindig az Isten akaratát kell kutatnia és követnie. Mellesleg ezt a kedves fiatalt egész különösen vezette Isten további életében, kapott tőle való segítőtársat, hozzáillőt, és olyan csodálatosan készítette el Isten a különböző munkahelyeit is, hogy ott nem csak cselekedte az Isten akaratát, hanem rajta keresztül előre tört az Isten országa, az Isten királyi uralma. Mert aki ilyen komolyan elkezd engedelmeskedni az Isten akaratának, azt az Isten felhasználja, mint katonáját, az offenzívába kerül, aki nem azt vizsgálja örökké, hogy mi a minimum, amit tennem kell, hanem azt vizsgálja, hogy mit kell tennem, mi itt az én Uram akarata, és nem félti magát, annak az Isten megsokszorozza az erejét, a békességét, és képességeim messze fölül használja őt mások javára. Sok-sok boldog tapasztalatunk van erről. De testvérek, ez az engedelmesség vélre megy. Ez az engedelmesség zsebre megy, presztízsre megy, ennek ára van. Az egyetlen, aki az atya akaratának mindig tökéletesen engedelmes maradt, belehalt ebbe az engedelmességbe. Ott a kereszten, a Golgotán. Ez az engedelmesség ide vezet. Ez nem ijeszgetés, hanem ez a realitás. De ez az engedelmesség oda is vezet, hogy igazán Isten gyermekévé lesz az, aki erre kész, és megtapasztalja, milyen az, hogy elég néked az én kegyelmem, mit jelent az, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít,
Mit jelent az, hogy olyan békességet ad, amilyet ez a világ nem tud adni, de nem tudja elvenni sem, semmilyen körülmények között? Mit jelent az valóban az Isten országában élni, már itt és most, ezek között a körülmények között? Ebbe azonban a mi hiúságunknak, büszkeségünknek, önzésünknek, akaratoskodásunknak bele kell halnia. És ez mi a tragédia? Olyan sokat köszönhetünk mi a hiúságunknak, meg az akaratoskodásunknak? Nem ennek köszönhetünk otthon minden veszekedést, békétlenséget és egyéb rosszat? Ettől akar megszabadítani minket a mi Urunk. És aki őszintén kéri tőle, hogy legyen meg a te akaratod mindenben, az tudja meg, hogy ezt is kéri vele. Emögött azonban annak a bizalomnak kell lennie, hogy azért kérem ezt, Atyám, mert én már tudom és hiszem, hogy a te akaratod mindig jobb, mint az enyém, mert a te akaratod az egyedül jó akarat. Könnyű azt elmondani, hogy jöjjön el a te országod, főleg, ha nem is gondoljuk komolyan, amit jelent, de nagyon nehéz ezt kimondani és megvalósítani, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Hallottam egyszer egy kis előadást, vagy hozzászólást arról, hogy a mennyben hogy is valósul meg Isten akarata, és mivel gyerekeknek hangzott, olyan kedvesen mondta az előadó, hogy mit gondoltok, hogyha a mindenható Isten az egyik angyalnak parancsol, akkor az elkezd spekulálni, hogy menjek, ne menjek, majd holnap, most kényelmetlen, nem teljesíti azonnal és tökéletesen, amit a mennyek ura mondott. Mi meg itt vesszük a bátorságot magunknak, hogy halogatjuk, hogy okoskodunk, hogy megmagyarázzuk Istennek, hogy most miért nem engedelmeskedünk, és az alatt már rég meg lehetett volna tenni, amit mondott, és azóta már sok áldást is kaptunk volna azért. Hogy ez mennyire nehéz vállalkozás, azt egyebek között mutatja az is, ami Genfben történt Calvin János idejében. Ő az odakerülése után megkérdezte a gyülekezetet, hogy akarnak-e valóban Isten akarata szerint élni, és Isten igéje szerint élni. A válasz egyöntetű igen volt. Meg is esküdtek erre, hogy ők mindenben Isten igéje szerint akarnak élni. Amikor azonban ebből az következett, hogy akkor a szerencsejátékokat be kell szüntetni, az éjszakai sötét mulatókat be kell zárni, a részegeskedésnek vége van, és aki nyilvánvaló házasságtörésben élt, annak nem szolgáltatta ki az új szent vacsorát Calvin, akkor nagy botrány lett. És előbb csak az érintettek, aztán egyre többen föllázadtak ellene, nem gondolták, hogy ezzel Isten igéje, sőt Isten személye ellen lázadnak, és elkergették a városból azt a Calvint, akinek a működése alatt fölvirágzott, és az egész környéken híressé vált ez a város. Mert amikor ez már engem érint, hogy legyen meg az ő akarata, és valami konkrétumot érint, akkor már tiltakozik az ember. Ettől még elmondja végig a mi atyánkot, csak éppen nem engedi, hogy az Isten akarata megvalósuljon az életében. Itt a megterített úrasztala körül vizsgáljuk meg ma azt, hogy mi irányít minket végső soron. Csak ugyan az, hogy Isten akarata megvalósuljon az életünkben és rajtunk keresztül. Mi irányít? Sokszor nem az ösztöneink és a vágyaink, vagy ebben a számító világban nem bizonyos számítások irányítják sokszor a cselekedeteinket? Vagy a magunk által, magunk elé helyezett célok, amik sokszor szentesítik még a tisztátalan eszközeinket is, megfeledkezve arról, hogy vajon mi lehet Isten akarata? Nem a korszellem irányítása alá kerül sokszor a gondolkozásunk, meg az életgyakorlatunk is, és úszunk az árral, mint bábok, mint tehetetlenek, akik nem akarnak semmit, vagy rábólintanak arra, amit az Istentől idegen korszellem akar és diktál. Vagy pedig csak ugyan Isten akarata szerint akarjuk eltölteni a testben hátra levő időt, és nem emberek kívánsága szerint.
Jó lenne, ha megtanulnánk azt, hogy mindig elmondjuk őszintén Istennek azt, hogy mi mit akarunk. Kezdődhet ezzel az imádság. De kerüljön utána mindig az, amit a megváltó mondott a Gecsemáne kertben, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Olyan példásot Jézus ima harca a számunkra, és ezt szeretném javasolni délutáni olvasmányul, könnyű megjegyezni, hogy hol van megírva, Máté 26:36-tól 46-ig. Jézus szenvedésének a történetében ő is azzal kezdi, hogy atyám, ha lehet, múljék el tőlem a keserű pohár, hogy ne kelljen kiinnom. A szenvedéseire gondol itt. De mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Kis szünet, visszamegy a tanítványokhoz, azok alszanak, nem segítenek imádkozni. Újra kezdi az imádkozást. De akkor már nem ezt mondja, amit először, hanem azt mondja, hogy ha nem múlhat el tőlem, legyen meg a te akaratod. És az ember azt gondolná, hogy nagyszerű győzelem, igent mondott az atya akaratára. És akkor azt olvassuk, hogy harmadszor is imádkozott, ugyanezen szavakkal szólván. Egészen bizonyos akar lenni ő is abban, és egészen egyértelműen akarja elmondani az atyának is, hogy most is, ebben a végső nagy küzdelemben is csak az ő akaratának akar engedelmeskedni. Szabad nekünk is így imádkozni. Elmondom a magam elképzeléseit. És miközben mondom, én magam is hallom, hogy valami itt nem stimmel. Ez nem valószínű, hogy egyezik Isten akaratával. Azám, tényleg, mi is az ő akarata, még nem kérdeztem. És átalakul az imádság kérdezéssé, figyelésé, és befejeződik egy nagy igennel, egy szép ámennel, hogy úgy legyen, ahogyan te akarod. Még három kérdést szeretnék inkább csak fölvetni, délután majd gondolkozzunk rajta. Mi is hát Isten akarata? A Bibliában sok gyönyörű ige van arra nézve, hogy mit akar Isten, kifejezetten, expressis verbis, mit akar Isten? Csak két ilyen igét hadd említsek, nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen az ő gonosz útjáról, és éljen. Isten nem akar téged elpusztítani, nem akar még megítélni sem, de azt akarja, hogy hagyd abba mindazt, ami gonosz, ami neki nem kedves az életedben, és élj egyre kiteljesedő gazdag isteni életet. Ezt akarja. És egy másik ige a Tesszalonikai levélből, az az Isten akarata, hogy ti megszentelődjetek. Vagyis, hogy egészen átjárjon minket az ő szentsége, betöltsön Jézus Krisztus tisztasága, félre legyünk téve az ő számára, csak ő használhasson, de ő bármire használhasson minket, és erre mi mindig örömmel készen legyünk. A ti megszentelődéstek, ez az Isten akarata. A másik kérdés, hogy mi a feltétele annak, hogy mi ezt helyesen tudjuk kérni. Feltétlenül az, hogy megismerjük őt igazán. Hogy egymás mellé kerüljön ez, hogy ő az én szerető atyám, és ő ennek a világ mindenségnek a királya, aki ténylegesen uralkodik. Ezért kérem, hogy valósuljon meg az ő királyi uralma az én életemben is. Atyám, aki gyengéden szeret, aki engem számon tart, akinek fontos vagyok, és a világ mindenség alkotója, fenntartója és ura, akinek minden lehetséges. És így sokkal könnyebb kimondani, hogy legyen meg a te akaratod minden tekintetben az én életemben is. És a harmadik kérdés, milyen következményei vannak annak, ha valaki mától kezdve a mi atyánkot igazán helyesen imádkozni fogja ezt a mondatát is. Erre nézve is nagyon sok ígéret van a Bibliában, hogy mi lesz azzal, aki az Isten akaratát cselekszi. Tessék utána nézni. Számos ige van, egyet említek most csak, amit maga az Úr Jézus Krisztus mond, amikor egyszer a sokaságot tanította, Mária és a testvérei nem voltak a hallgatók között, hanem megérkeztek és beüzentek, hogy szeretnének beszélni vele, és mielőtt kiment volna Jézus, így olvassuk a Máté 12:50-ben, körülnézvén a sokaságon ezt kérdezte. Ki az én anyám? És kik az én testvéreim? Aki az Isten akaratát cselekszi.
az nekem anyám, fitestvérem és nőtestvérem. Máté 12:50. Jézus testvére lehetsz, hogyha az Isten akaratát cselekszed. Kell-e ennél több? Van-e ennél több? Ma van az úgynevezett egyházi esztendő utolsó vasárnapja. Mert nem csak naptári év van új évtől szilveszterig, nem csak tanév van szeptembertől júniusig, hanem egyházi esztendő is van adventtől adventig. Advent első vasárnapján kezdődik az úgynevezett egyházi esztendő, annak az ünnepes fele, ami a pünkösd utáni első vasárnapig, Szent Háromság vasárnapig tart. Ebben vannak a nagy üdvtörténeti ünnepek. És utána jön az ünneptelen fele, amelyik most ér véget. Jó lenne, ha méltóképpen zárnánk ezt az ünneptelen, hosszú időszakot, és méltóképpen készítenénk magunkat az előttünk levő ünnepekre, és tényleg adventi várakozás erősödne meg a szívünkben, hogy az élő Krisztussal már itt a Földön egyre szorosabb közösségbe akarunk jutni, és várjuk vissza őt a mennyből úgy, ahogy megígérte, dicsőségesen. És jó lenne, ha megvallanánk, akár itt marad most valaki úrvacsorázni, akár el kell mennie, de megvallaná őszintén Istennek, hogy bizony van bennünk is sok ellenkezés az ő akaratával szemben. Helytelenítjük sokszor azt, amit ő tett, felülbíráljuk, számon kérjük rajta, hogy mit miért cselekedett. Valóban természetünk élet a lázadás, akaratoskodunk, legalább a magunk kis hatáskörében istenkedni próbálunk, és ennek a mélyén a vele szembeni bizalmatlanság és hitetlenség van, de nem akarunk ilyenek maradni. Hanem szeretnénk mostantól kezdve nagyon őszintén kérni, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Jó lenne, ha megtörténne ez az áttörés, testvérek, azoknak az életében főleg, akik ilyen langyosak, akik mindig össze akarják egyeztetni az emberek kívánságát, meg Isten akaratát. És mernénk teljes bizalommal neki engedelmeskedni. Imádkozzunk. Édesatyánk, bocsáss meg, hogy sokszor nem is gondoljuk, mennyi mindent mondunk, amit magunk sem hiszünk. Milyen sok mindent kérünk illendőségből tőled, aminek a teljesedésétől félünk. Megvalljuk, hogy sokszor azért nem kérdeztük, hogy mit akarsz, hogy cselekedjünk, mert féltünk attól, hogy mást akarsz, mint amit mi szeretnénk. És bocsáss meg, ha nagyon jól tudtuk, hogy adott esetben mi a te akaratod, és mégis más cselekedtünk. Bocsáss meg ezt a gőgös lázadást, ezt a veled szembeni dacolást. Bocsáss meg, hogy veled dacolunk, akitől eddig csak jót kaptunk, és egyedül tőled kaphatjuk meg mindazt, amire szükségünk van ebben az életben, és az örökké valóságban. Segíts, hogy valóban gyermekeiddé váljunk. Olyanokká, akik látatlanul is bízunk benned, akik feltétel nélkül készek vagyunk teljesíteni parancsaidat, akik még akkor is engedelmeskedünk, ha nem mindig értjük, hogy mit miért akarsz, akik valóban bizonyosak vagyunk abban, hogy a te akaratod jobb, mint a miénk, mert a te akaratod az egyedül jó akarat. Segíts el minket az engedelmes élet örmére, és mivel magunk ehhez erőtelenek vagyunk, kérünk, hogy támogass minket az engedelmesség lelkével. Sokszor, atyánk, már akarni sem tudunk. Erősítsd meg bennünk az akarást a jóra. Hadd tudjuk a te akaratodat mindig úgy cselekedni, mintha az a mi akaratunk lenne. Eléd hozzuk bizalommal a nyomorúságainkat. Tőled kérünk erősítést, tanácsot, útmutatást, vígasztalást. Kérjük a te oltalmadat. Könyörgünk hozzád népünkért és ennek a jövőjéért. Könyörgünk a világban zajló nagy eseményekért. Kérünk, hogy ne fogjon el a te türelmed, és irgalmasan te irányítsd végső soron azokat.
Segíts, hogy hűségesen ragaszkodjunk hozzád a jövő héten is, és használj föl mindent, ami velünk történik, ami javunkra és a te dicsőségedre. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hitben pedig legyetek erősek, cselekedvén az Isten akaratát lélekből. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.